Sziasztok, ebben a részben a motivációról fogunk beszélni. Megvizsgáljuk, hogy a motiváció kell, hasznos, mibe segít, mikor van rá szükség. A motivációnak a megértésén keresztül megint csak le tudunk buktatni egy csomó olyan dolgot az életünkből, amire nincsen szükség, és amiket, hogyha elkerülünk, amiknek, hogyha nem szentelünk energiát, akkor segíthet bennünket abban, hogy igazán vállalkozzunk és igazán kivirágozzon az életünk. Kezdjük is el! Mi emberek alapvetőleg hihetetlen intelligensnek születtünk. Ez a belső intelligenciánk, ez a mérhetetlen bölcsességünk szinte kivétel nélkül jelzi azt, amikor rossz úton járunk. Amikor a marketingesek által kitermelt álmokra törünk, és az álmokért küzdünk, akkor előbb-utóbb ebbe belefáradunk, hiszen a belső bölcsességünk, ha létezik ilyen, de képzeljük, hogy van egy ilyen belső bölcsesség, a belső bölcsesség tudja, hogy abba az irányba tök fölösleges menni, hiszen ott nem lesz sem játék, sem felfedezés. De ezt a problémát megoldották nekünk, hiszen súlykolják belénk, hogy érd el az álmaid, küzdj a céljaidért, és ebben ők támogatást adnak azáltal, hogy motiváltan tartanak. Mert gyakorlatilag egy játszó felfedező embernek, aki szereti azt, amit csinál, nincsen szüksége motivációra. Hiszen hogyha te tényleg alkotsz, és a művészetedet gyakorlod, akkor motivációra, motivációs trénerre, motivációs idézetekre nem szorulsz, nincs rá szükséged. Azonban, hogyha valami olyat csinálsz, amivel nincsen dolgod, egy olyan versenyben indítottak téged, egy olyan versenyben indítottad magadat, amivel gyakorlatilag ilyen főcsapás vonalakban elkezdtél versenyezni 7-8 milliárd emberrel, akkor ebbe a versenybe időről időre belefáradsz, ennek a versenynek az értelmetlenségét el fogod csípni, és ezért, hogy ezeken a nehézségeken úgymond átlendülj, mindig mondanak valami kis apró kis tanácsot, valami kis apró kis üzenetet, hogy te igazán motivált maradj, és küzdj az álmaidért, és erőszakot vegyél magadon nap és nap után. A motiváció ebben a struktúrában, ebben a társadalomban a lehető leghasznosabb dolog arra, hogy rájöjj, hogy biztosan rossz úton jársz. Szóval itt vagy ezen a rossz úton, el akarod érni az eredményt, és persze motivációra van szükséged. Olyanok mindig jelentkezni fognak, akik motiváltan akarnak téged tartani. Filmeket gyártanak, motivátorok vannak, legyőzzük együtt, meg tudod csinálni, mondják a rövid egyébként 2-3 szóból álló mondatot, elmondanak nagy pátoszos sztorikat a lehetetlenről, hogy a hit mire képes, hogy hogyan lehet bármit elérni, hiszen ő is a semmiből kezdte, de elérte, és te is el fogod érni, csak figyelj rá, és majd higgy magadba. De vajon, hogyha elkezdesz sakkozni, és leülsz, és elkezded keresni a legjobb lépést, mi van akkor, hogyha azt a narratívát, hogy te is lehetsz sakkvilágbajnok, azt elengeded, és csak élvezed azt, hogy játszol? Vajon, hogyha ezt az egész motivációs hülyeséget elengedném, és nem szolgálnám ki a valamivé válás tündérmeséjét, hogy nem adnék energiát annak, hogy én valamivé váljak, mert ha valamivé válok, akkor majd nem lesz benne hiány, hanem csak a lehető legjobb lépést kereső játékos ember lennék, akkor vajon szükségem lenne motivációra. Mert ahogyan én látom, amikor egy emberi lény játszik, felfedez, akkor ő él. Amikor pedig álmokat kerget, ezeket az álmokat, ezeket az információkat, amit csak hallottak, akkor csak egy ilyen halott álmokat kergető struktúrává változik. Ha látom a között a különbséget, hogy a valamivé válás az mindig mérhető, tehát mindig halott, az alkotás és a játék az mindig élő, akkor könnyű látni azt, hogy ami él, annak nincs szüksége motivációra. Ami pedig halott, annak meg minek? Szóval nem az a kérdés, hogy jó a motiváció, hanem az a kérdés, hogy látod-e, hogy egy ábrándot kergetsz, egy halott tartalomból származó kivagyiság jelvényt, és hogyha ezt látod, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy mikor játszottam tiszta szívemből igazán. Lenne egy ilyen varázssüvegem, amit így kölcsönadhatnék, mindenkinek odaadnám, és mindenkinek megmutatná önmagát, ahogy ténylegesen sikeres lesz. És ténylegesen megnyílik előtte az ajtó arra, hogy Maldív-szigetekre elmenjen egy hétre. És nagyon jó lenne nézni azt, ahogy ott ülsz a Maldív-szigeteken, mert Neckermann azt mondta neked, hogy ez jó. És ott ülsz, és ülsz, és ülsz, és előbb-utóbb eljönne az igény, hogy csinálnál valamit.
mert a megérkezés az nem egyenlő az alkotással. Én amikor az összes ilyen motiváltsággal elérhető hülyeséget megcsináltam, mindig rájöttem, hogy basszus, én szeretem a munkám, szeretek alkotni. Nem azért vállalkozom, mert valahova el akarok jutni, valamit szeretnék, hanem azért, mert ezt csinálom a legszívesebben. Szeretek beszélgetni a kollégáimmal, szeretek problémákat találni, szeretem ezeket megoldani. Következésképp, neked is az lenne a legfontosabb, hogy megtaláld azt, amit igazán szeretsz csinálni. Mert abban lesz egy behozhatatlan előnyöd, hogy szeretettel csinálod. Tök mindegy, hogy hova érkezel meg vele, hiszen minden napod ajándék lesz. Mert azzal foglalkozol, ami neked jó. Ha viszont minden napodban benne lesz az akarat és az erőszak és a motiváltság, csak azért, hogy csináljál valamit, ami ostobaság, és megérkezel majd 2-3 év múlva oda, akkor ürességet fogsz tapasztalni, amit most még el sem bírsz képzelni. És amikor ilyen motivált, célkitűző táborba egyszer elmentem és körbenéztem, és 45 éves nők álltak föl, hogy ők szeretnének szépségkirálynők lenni, ugye egy kritikus gondolkodás ilyenkor azért összerezzen, hogy te jó Isten, miről van itt szó? És a színpadon lévő motivátor az nem azt mondta, hogy elgondolkozott már hölgyem azon, hogy ön anya, ott zubog ön mellett a gyermeke egy élet, hogy ott volt ez a rengeteg csodás pillanat is, és meg kéne vizsgálni, hogy hol szenvedél ezt a hiányt. Hogy tényleg egy korona a fejére, hogy tényleg az visszahozhatja a szerelmet az életébe, nem ezt mondta neki, hanem azt mondta, hogy igen, legyél szépségkirálynő. És ha látod ennek az egésznek az esztelenségét, látod az egésznek az erőszakosságát, hogy amikor motivációra vágysz, és a motivációs céljaid, az korábban tárgyalt álmaidhoz keresel erőt, akkor még mindig ebben a halott tartalomban vagy. Ott vannak a gyerekeink, akik még tényleg játszanak, akik tényleg rengeteg féleképpen élhetik az életüket, még képesek összeszedni az információkat, ők még képesek önfeledten játszani, képesek alkotni, akár egy kergetőzésre képesek művésszé válni is. A motiváció szép lassan hozzájuk is csúszik be. Ugyanezen a motivációs célkitűzős rendezvényen volt egy 9 éves kisfiú, aki fölállt és mondta, hogy ő az édesapja cégét szeretné, és akkor ott fásult emberek tömegei tapsoltak neki, hogy milyen motivált 9 éves srácról van szó, és én meg olyan szomorú voltam, hogy ott van egy 9 éves emberi lény, aki bármi lehetne. Festőművész, alkotó, asztalos, bármit találhatna az életben, amit igazán szeret. És ennek az egésznek a ragályos ostobasága jelöl ki neki az utat, jelöl ki neki a célt. Nagyon-nagyon szomorú és kegyetlen az, ahogyan az egész működik. Mert miközben egy nagyon-nagyon kedves, nagyon behízelgő, nagyon szép kontrollgombot ad nekünk az élethez, nem veszük észre, hogy lemetszi a lehetőségeket, és amint a célkitűzés videóban befókuszált, alagútba terel bennünket. Nem arra buzdít, hogy menjünk keresztül a hegyen, hanem ott furtak nekünk egy sötét alagutat, menj be, és ott menjél kitartóan. Szóval vegyük észre, hogy amikor motiváció van szükségünk, akkor nem szeretjük, amit csinálunk, mivel nincs jelen a szeretet, nem tudjuk összegyűjteni az információt, mert fókuszáltak vagyunk. Következésképp a 10.000 órás szabály sem tud megszületni, mert nem leszünk benne jók, és tök mindegy, milyen mérhetőt akartunk elérni, mivel ezzel a motivált mások másolásával nem fogunk tudni nagy kérdésre választ adni, ezért nem fogjuk elérni azt, amit szerettünk volna, plusz még az utat se élveztük. Szóval, ha azt veszed észre, hogy motivációra van szükséged, akkor hidd el, hogy nem az utadon jársz. You can call me stupid.